tulajdonképpen egy olyan pillanat részesei lehetünk, amelyet már nagyon vártunk, hiszen a tavalyi év már ennek a jegyében telt, hogy vajon mikor kapjuk meg az új rohamkocsit, és vajon milyen lesz az, és hogy fogja betölteni a funkcióját. Hát ezekre a kérdésekre néhányra már megvan a válasz. Az Országos Mentőszolgálat által vásárolt 37 darab C-típusú rohamkocsiból egy itt van, amelyik mögöttem áll, tehát ez a, mondhatjuk, a miénk, a Vas megyei mentőszervezet kapta a betegek ellátása érdekében. Nagy hiánypótlás kezdődött el ezzel, hiszen nyilvánvalóan mindenki számára köztudott, hogy az Országos Mentőszolgálat gépkocsi parkja meglehetősen elöregedett. Törvényi előírásoknak megfelelően 2012. január 1-től a Nyugat-Dunántúli Regionális Mentőszervezettől 14 darab olyan mentőautót kellett kivonnunk a forgalomból, amelynek az életkora elérte a 13 évet. Ezeknek az autóknak és az öreg, meghibásodott, korszerűtlenné vált mentőautóknak a pótlására indult el ez a mentőjármű beszerzés, amelynek első állomása a C-típusú rohamkocsik megérkezése. Ez mindegy 850 milliós forrásból került megvalósításra, és a gépkocsipark frissítésének következő állomásaként pedig még ez év tavaszán 23 darab B-típusú mentőgépkocsit fog vásárolni az Országos Mentőszolgálat. Aztán ezt követik majd az újabb beszerzések, egy nagyobb 11,5 milliárdos nagy kalapból, vagy kasszából, amelynek hát természetesen egy része lesz az új autókra fordítható összeg, másik része pedig új eszközök vásárlására, illetve új mentőállomások, országosan 22 mentőállomás, és a már meglévő, de felújításra szoruló mentőállomások felújítására fordítódik. Az egy dolog, hogy az új autó megérkezett, de ahhoz, hogy ez igazán maradéktalanul betölthesse a funkcióját, és segítse a munkánkat, nem csak autóra, hanem természetesen korszerű, és minden fajta kívánalomnak megfelelő modern eszközökre van szükségünk. Az Országos Mentőszolgálat első lépcsőként 15 ilyen csomagot vásárolt meg, és ebből a 15 komplett új rohamkocsi felszerelésből kapott egyet a Vas megyei rohamkocsi is. Természetesen ezen felül is van mit bővíteni, és van még mit korszerűsíteni, és hogy ha már mertünk egy nagyot álmodni, és ideig eljutottunk, ebben a tovább gondolkozásban nagy segítségünkre voltak a Galambos testvérek, Galambos Trans Kft. És a Galambos Logisztik Kft. Jelenlévő képviselői, akik több mint 1 millió forintért vásároltak részünkre olyan mentéstechnikai eszközöket, amelyek azon túl, hogy a mi munkánkat könnyítik, természetesen a bajba jutott emberek mielőbbi és minél magasabb szintű ellátását, segítését és gyógyulását segítik elő. Ezúton is nagyon szépen köszönjük, hogy ez az adomány most itt lehet előttünk, és nagyon szépen köszönjük, hogy egyáltalán ránk gondoltak, és segítik a munkánkat, és segítik a beteget. Köszönjük szépen! Azért mi fuvarozással foglalkozunk, a kollégáink nagyon sokat vannak uton, és mondhatjuk azt, hogy sajnos nagyon sok keserű dolgot tapasztalnak, látnak az utcélén. Nem kívánom részletezni, hogy milyen baleseteket kellett már végignézniük. Azt gondolom, hogy ha mi abban tudunk egy picikét is segíteni, hogy a mi környékünkön közlekedő, akár nemzetközi forgalom, akár az itt élő emberek forgalma ezáltal egy picikét is
biztonságosabb legyen, vagy ha már történt egy baleset, és azt utána valójában el kell hárítani a ott elszenvedett sérüléseket. Ha ezt hozzá tudunk járulni, akkor már megérte azt, hogy ezt a feladást megtehettük. Nagyon szépen köszönjük. Éppen tegnap délután voltunk itt jó néhányan közvetlen átélői egy nagyon súlyos tömeges közlekedési balesetnek, amelynek 6 életveszélyes sérültje volt. És bizony ahányan a helyszínen voltunk, volt 2 mentőhelikopter, 4 esetkocsi, 2 mentőgépkocsi, minden kézre és minden eszközre. Igen-igen nagy szükségünk volt, és elmondhatom, hogy hála Isten, mindannyian élnek, akik ebben a balesetben súlyos sérüléseket szenvedtek, és remélhetőleg talán túlélő is lesznek ennek a balesetnek. Köszönjük szépen. És akkor megkérem Köcse Tamás vezető mentőtisztet az eszközök bemutatására. Kedves vendégek, bajtársak, sajtótisztelt képviselői! Ezeket az eszközöket részben azért választottuk ki, hogy a már meglévőt bővítsük, részben pedig azért, hogy a mentőállomás többi mentőautóján is kibővüljenek a betegellátás lehetőségei. Ezzel a világszínvonalú kimentő, rögzítő, úgynevezett lapát hordággyal most 2-re bővül a mentőállomás készlete. Részben a városnak, részben a Vas megyei alapítványnak köszönhetően egyel már rendelkezünk. Innentől fogva mind a 2 esetkocsinkon ez a nagyon korszerű, hozzáteszem, nagyon drága eszköz itt lesz. Arra szolgál, hogy a fekve vagy gépkocsiba szorulva talált sérülteket biztonságosan tudjuk onnan kiemelni és aztán rögzíteni. Attól is nagyon modern, hogy a komfortérzete a betegnek jobb rajta, hiszen a külsejét hőszigetelő anyaggal vonták be, és ezért a korábbi fémből készült változatoknál sokkal betegkímélőbb, és egészen különleges beszorult helyzetből is lehet vele dolgozni, mert több és jobb mozgatási beállítást készítettek vele kapcsolatban. Az ajándékozás, ha már a baleseti sérültek mentésénél tartunk, akkor ezekkel az úgynevezett mentőollókkal vagy rescue ollókkal folytatnám az eszközök bemutatását. Ezekből is kaptunk 3 darabot, innentől valamennyi szombathelyi mentőgépkocsin is lesz ilyen olló. Ez nagyon sokat számít, hiszen korábban elég számúval nem rendelkeztünk. A másik nagyon, nagyon fontos eszköz, szintén 2-re bővül ezzel most a kiemelt mentőeszközök száma, ezek a csontba adható gyógyszer, illetve infúzió bejuttatásához szolgáló kis fúrókészülékek, és a hozzájuk való tű, ezeket is az adományban kaptuk. Mind a 2 eset rohamkocsink ezzel tehát innentől fogva rendelkezni fog, és éppen azokon a sérülteken tudjuk megteremteni a nem lévő véna helyett a folyadékpótlást, akik erre nagyon-nagyon rászorulnak. A véroxigén szintjének a mérése innentől fogva valamennyi szombathelyi mentőkocsiban lehetséges lesz. A modern súlyos sérült és betegellátási protokollokban ennek az adatnak nagyon nagy jelentősége van, hiszen ezzel tudunk a betegnek szükség esetén, ha megállapítjuk, hogy oxigén hiányos, akkor oxigént is adagolni, és akkor kezembe vettem annak a 3 oxigén reduktornak az egyikét, amit innentől fogva valamennyi szombathelyi mentőgépkocsin 2 literes palackhoz csatlakoztatva hát el tudjuk így élni, hogy minden mentőegységünk a táskájában beviheti akár a 10. emeleti lakásba is az oxigént. Ezt idáig sajnos nem tudta mindegyik mentőautó, hiszen csak nagy palackokkal dolgoztunk. És ehhez megfelelő biztonságos oxigén palack szállító táskával is hát gazdagodtunk. A gyermekballon az egyik esetkocsinkból hiányzó eszköz volt. Ezzel a kisgyermekkorú pácienseinknek a lélegeztetését tudjuk biztonságosan elvégezni. És itt van még egy táska, amelyet külön a kistérségi vidéki ügyelet működéséhez Timár Péter doktor révén körünkben is van Péter. Az ő ajánlására vásároltak Galambos Tamás és Balázs.
feltöltve minden olyan fontos vizsgáló eszközzel, amellyel az ügyeletes orvos ezentúl még hatékonyabban tudja elvégezni a feladatát. Kicsit röstelkedünk, de bizony az ilyen kaliberű eszközöknek az utánpótlása vagy a megújítása az bizony nem mindig fér bele a mindennapi beszerzéseinkbe. Bár ha rendkívül kezdeményező és innovatív gazdaságisaink vannak, az ő pénztárcájuk is véges, és hát nagyon köszönjük ezt is, és jó szolgálatot fog tenni. Ja, igen, és ami még csak papíron van megrendelés formában, a Ford Focus Kárhely parancsnoki kocsira egy nagyon jó minőségű ledes fényhíd kerül hamarosan, már úton van Lengyelországból, egy budapesti cég fogja beszerelni, ez is az adománynak a részét képezi, és ebben egyéb vállalkozók is társultak hozzátok, a Siba Hungária és a Kozma Műszaki Szaküzletnek, igen, egy nagyon jó minőségű kézi reflektort köszönhető, és hát így talán még bővül is majd ez a kör, akitől segítséget kaphatunk, és erre nagyon büszkék vagyunk, hogy a mi munkánkat úgy ismerik el, hogy anyagiakat szánnak erre, és nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen, és még mielőtt az autót bemutatná Tamás, az eszközök adottak, a humán erőforrást nyilván nekünk kell, és azt gondolom, hogy legjobb tudásunk szerint biztosítjuk is. Még az autókhoz kapcsolódóan egy közeli rendezvényre szeretném felhívni a jelenlévők és a sajtó figyelmét. Május 5-én a Horváth Zsiványi Szoborparkban egy országos rendezvényt szervezünk, amely a hagyományosan Vasmegyei Mentő naphoz kapcsolódó, de kiterjesztett rendezvény, mégpedig azért országos rendezvény, mert a mentők védőszentjének szobrot szeretnénk állítani ebben a szoborparkban. Ugyanis nem csak az autó, nem csak az eszközök, és nem csak az autón dolgozók szakmai tudása és felkészültsége kell ahhoz, hogy a mentő munka az hatékony és biztonságos legyen, hanem egyéb adalék is kell, hogy biztosított legyen a számunkra, és ezért védőszentet választottunk, a védőszentünk Szent Kamil, akinek a többi már meglévő 25 szobor mellé felállítjuk a miénket, a következőt, hogy ezzel is hát biztosított legyen a mentőmunkánk. Ennek a rendezvénynek a keretében fog sor kerülni a rohamkocsi, illetve a remélhetőleg addig még megérkező B-típusú mentőgépkocsinak a megáldására is, amelyet egy ökumenikus tábori istentisztelet keretében szeretnénk megvalósítani. Az első, ami a megjelenésben talán a szín feltűnődik, ez már egy bevált szín a nemzetközi mentésben, ezért választották a sárgát, mert feltűnőbb, mint a vajszín vagy a fehér, és akkor a megkülönböztető jelzése is meglehetősen jól észlelhetőek. Most a Gábor a motort mutatja. Mentőápoló bajtársunk alkotta meg ezt a szlogent, ugyanis az országos mentőszolgálat pályázatot hirdetett új arculatú elemek
tervezésére, és ennek keretén belül lett a csíkozása, illetve tehát a szlogennek a pályáztatása is. És ez is az egyik oka annak, hogy a negyedik rohamkocsi, amit a régióban kaptunk, az a soproni mentőállomásra fog kerülni. Tehát a kocsi bal oldalán egy külön ajtó nyitásával érhetők el azok a nagyon fontos kimentő, rögzítő eszközök, amiket a helyszínen használhatunk. Ez azért jó, mert nem a beteg térben okoznak zsúfoltságot, másrészt innen tudjuk cserélni az oxigénpalackokat, így tehát ez egy nagyon jó kiegészítő berendezési funkció. És lehet, hogy gonosz kérdés lesz, de ha jól látom, akkor lopás biztosan van beszerelve, tehát ha dolgoznak a kollégák, akkor sem kell erre annyira figyelni, hogy... Szeretnénk, ha nem fordulna elő. Vas megyében volt már hasonló, hogy? Nagyon régen, a legutóbbi időben szerencsére nem. Uh-huh. Sajnos zárnunk kell a kocsit, de alapjában véve komoly problémáink eddig nem voltak. Olyan már igen, hogy a lakásban felejtettünk dolgot, és utána annak lába kért. De a legtöbbször becsületesek, és utánunk hozzák, vagy szólnak, ha apróságot marad. Mindenesetre stabilan van rögzítve. A régebbi mentőautókból is kerültek át eszközök? Igen, alapjában véve kerültek át. Ugye az oxigénpalackok azok állandó csere alatt állnak, tehát azok nyilvánvalóan nem vadonatújak, hogy azokat hetente szállítják megrendelésre. Most ezzel a típusú lapáthordággyal, amiről az adományban is beszéltem, azt nyertük, hogy ez két eszköz pótol egyszerre, egy összekapcsolható lapát, kiemelő lapáthordágyat és egy úgynevezett gerincrögzítő lapot, mert ehhez is van fejrögzítő, tehát így a kettő helyett egy eszközzel tudunk dolgozni, és ez nagyon jó. Ide került a vákuummatrac, ami régi rögzítő eszközünk, és hát természetesen a tűzoltókészülék, és innen szívja a fűtéshez, a szellőzéshez a levegőt a berendezés. Összehasonlítva az előző csúcsfelszereltségű járművel, ez jobb, vagy körülbelül ugyanolyan színvonalú? Az eszközökben nincs igazán változás. Ebben most jó minőségű, megújult vagy új felszerelés van. Örülünk neki, és szeretnénk a legjobban használt lenni. És maga a járműnek a kiosztása, kialakítása? A beltér valamivel szűkebb, hiszen itt ez a dupla fal nyilván vett el a belső térből, de olyanok a méretei, amik megfelelnek a betegellátás igényeinek. A szombathelyek mikor találkozhatnak először ezzel a járművel? Terveink szerint holnap reggel lesz az éles átpakolás, az alatt egy másik kocsi szolgálja a betegek ellátását, hiszen vannak dolgok, amikből nem volt dupla készletünk, éppen ezért ezek holnap reggel élesben kerülnek át. Hát egy sikeres gazdasági évet zártunk tavaly, és az öcsémmel azt gondoltuk, hogy szeretnénk kifejezni azt az érzést, amit a mentősök iránt táplálunk, amikor az utakon találkozunk velük, és azt látjuk, hogy a rászoruló emberek életét mentik. Tudjuk, hogy nincsenek igazán jó anyagi körülmények között, és személyes ismertségek alapján is felvettük a kapcsolatot velük. Megkérdeztük, hogy mivel tudnánk segíteni, milyen eszközökkel, és így jött létre ez az adományozás. Hogyan fogadták a megkeresést? Köcse Tamás
jó barátommal hoztuk össze ezt az adományozást. Amikor leültünk beszélgetni, először eléggé meg is hatódott, hogy ilyen összegben gondoltunk arra, hogy tudnánk támogatni a mentőket. Én azt gondolom, hogy ez egy hosszú távú együttműködés lehet, hogyha a lehetőségünk engedik, akkor szeretnénk a jövőben is folytatni ezt a tevékenységet. A mentők részéről akartam mondani, hogy meghatódtak, és te magad mit éreztél most, amikor megvolt az általás, és ismertették, hogy milyen eszközök és hogy mennyire fontosak ezek? Nagyon szimpatikusak az emberek, akik itt dolgoznak. Azt látom, hogy a szakmájukért élnek, és valóban fontos nekik az, hogy a rászorult embereken tudjanak segíteni. Úgyhogy én pedig azt gondolom, hogy azt tapasztalhattam, hogy valóban jó helyre került ez az adomány. De még egyszer megkérdezem, nekem milyen érzés? Azon kívül, hogy Értem. Hát én nekem is nagyon jó érzés. Azt gondolom, hogy talán ezzel saját magam előtt is tudom azt bizonyítani, hogy nem csak a szavak embere vagyok, hanem az öcsémmel összefogva megpróbálunk a tettek mezére is lépni, és hogyha ezzel ilyen pozitív folyamatokat tudunk elindítani, mint ahogyan itt is csatlakoztak hozzánk többi cégek az adományozásba, akkor szerintem jó utat fogunk járni. Pont ezt akartam kérdezni, hogy azért valószínűleg vannak még sikeres vállalkozók a megyében. Mit üzennél nekik, akik még esetleg nem gondolkoztak hasonló adományozáson? Én nekem nagyon pozitív a tapasztalatom, ugyanis ezeknek az eszközöknek a beszerzésénél is partnercégekkel, amikor beszélgettünk, hogy milyen irányú segítséget szeretnék kérni, kapcsolatok vagy ismertségek terén, rögtön jelezték, hogy ők is úgy gondolják, hogy ha van mód, akkor segítenek, és itt az adományok között van olyan tétel, amit 50%-os finanszírozásba adtunk mi és egy másik cég. Én csak azt tudom mondani, hogy meg kell szólítani az embereket, hiszek abban, hogy akinek van erre mód és lehetősége, az tesz is annak érdekében, hogy előre tudjunk lépni kicsit. Tehát akkor még nincs elveszve minden ezek szerint? Abszolút nincsen, úgyhogy előre. Itt mutat, mondja a gép, hogy már itt kell nyomni, és utána pedig mindjárt billeni, mikor kell élegeztetni. Ilyenkor jelez. Mondja a százas feket.